A nyíregyházi törvényszékre, valamint az illetékessége alá tartozó helyi és külön bíróságokra közel 77 ezer peres és nem peres ügy érkezett 2017-ben, és több mint 77 ezer ügy nyert befejezést. A folyamatban maradt ügyek száma több mint 12 ezer, amely az országos érték 4,6%-a. Ez csökkent a 2016-os évhez képest. Az egy éven belül befejezett perek aránya közel 91%, a két éven túl folyamatban lévő ügyek aránya pedig alig több, mint 3%. Ezek azok a mutatók, amelyek azt mutatják, hogy stabil, nagyon magas szakmai irányítás folyik a nyíregyházi törvényszéken, és ezzel együtt jár az a megállapítás is, hogy a nyíregyházi törvényszék 2017-ben maradéktalanul teljesítette az alaptörvényben leírt kötelezettségét az ítélkezéssel, kapcsolatosan a bíróság működésével, kapcsolatosan ügyfelek kiszolgálásával, az elektronizálással, tehát mind-mind azokkal a kérdésekkel, amelyek igazán fontosak egy állampolgárnak. Más mutatók is alátámasztják a nyíregyházi törvényszék magas színvonalú működését, a kiemelt szakmaiságot, amelyek országos szinten is elismert hivatallá teszik az intézményt. Nemzetközi sztenderdek is vannak, ugye a legfontosabb mutatók azok, hogy mennyire időszerű az ítélkezés. Egy példát mondhatok, amíg Magyarországon 186 nap az átlagos időtartama egy polgári pernek, addig Olaszországban 956 nap. Tehát ez egy egyszerű mutatószám, és ez fontos az ügyfelek, vagy akár a vádlottak számára, hogy időben ítélethez jussanak. A másik, ami nagyon fontos mutató, az, hogy mekkora a fellebbezés aránya, tehát mennyire fogadják el az elsőfokú döntést az emberek, illetve, hogy milyen döntés születik a fellebbviteli fórumon. A nyíregyházi törvényszék fejlődéséhez hozzátartozik az a digitalizációs folyamat is, amelyet tavaly indítottak el. Kiterjesztették az elektronikus ügyintézést a civilisztikai ügyekre, és bevezették a büntető ügyszakban is. Ez új ismereteket és nem kevés technikai fejlesztést igényelt a bíróságoktól. Egyrészt a belső működéssel kapcsolatban ügyfelek elektronikusan, digitális úton küldhetnek hozzánk beadványokat, ez 2017-ben a teljes civilisztikai ügyszak peres ügyszakára vonatkozott, illetőleg a civil szervezetek és a cégekkel összefüggő eljárásokra, illetve mi magunk is tudunk tájékoztatást, információt küldeni olyan ügyfeleknek, jogi képviselőknek, akik ezt kérik és regisztrálnak nálunk. Tehát például e-mailben vagy SMS-ben tudjuk őket értesíteni a tárgyalás időpontjáról, hogy érkezett esetleg új beadvány vagy szakértői vélemény. A virtuális téren túl megújultak a bírósági épületek és berendezések is, amelyek így még hatékonyabbá teszik az ügyintézést.